Kedves vendégeink, ünnepségünk elején énekeljük el közösen a himnusz. Amit végeznek a vizsgálatokat.
bizonyítványban a kézben hagyják már felszer, innen valaki. A boldog iskolás évekből azonban már most búcsúztak, napok, hetek óta úgy jönnek az iskolába, hogy érzik, ez az utolsó séta a folyosó, a termekben, utolsó viccek, utolsó izgulások, megkönnyebbülések, a szeretet, az öröm, a bánat érzésének fura keveréke felegíti szintet. Mit mondhatok én most? Milyen útra való adhatok a darisznyába, a só, a pénz, a fogácsa mellé? A sok szép emléket már felidézték, és a diákok beszédében is lesz róla szó. Beszéljek el a nagyvetős életről, de hiszen ezt hallgattátok 4 éven keresztül tőlük. Szeretek arról is beszélni, ami éppen történik. Fontosnak tartom, hogy jól megéljük a pillanatot. Éljük hát meg. Ez most a búcsúzás, a visszatekintés és az ismeretlen jövőről való álmodozás pillanata. Miért fontos tehát ez a nap? Milyen korábbi jelentős események köthetők a mai naphoz, május 3-ához? Megszületett Niccolò Machiavelli, olasz politikus író 1469-ben. 404 éve született Zrínyi Miklós költő. 252 éve Novalis, a német romantikus költő. 1826-ban 15. Károly svéd király. 1965-ben Cipő, a Republik frontembere, magyar zenész énekes, 73-ban Fekete Linda, színésznő, 1989-ben pedig Hosszú Katinka, olimpiai bajnok 25. Május 3-a a Nemzetközi Sajtószabadság napja. Budapesten Ferenc József jelenlétében felavatták a föld alatti vasutat, a kis föld alatti 1896 május 3-a. Csak néhány példa. Persze, a legfontosabb esemény 2024. május 3-án, hogy elvallott 161 csodálatos fiatal, a Kanizsai Dorottya Gimnázium legtapasztaltabb tagja. És hogy kiből lesz költő, király, zenész, színész, olimpiai bajnok, újságíró, mérnök, és még sorolhatnám, az még a jövő zenéje. A lényeg, hogy mindenkiben ott van a lehetőség, munkátok aranyat érő termést fokozni. Május 6-a a visszatekintés napja is. Ezért kedves vallagó osztályfőnökeiteket arra kértem, hogy gyűjtsenek össze néhány olyan emléket az osztályról, amivel jellemezni lehet az elmúlt éveket. A 12. A-osztály szívesen gondol vissza a 11-es kirándulásukra, amikor már 7:30-kor lerobbant a busz az autópályán, és a pótlóbusz is csak 12-ből jött. Kréma nélkül, 35 fokban, de a fiúk jegelték a problémát. A 11-es osztálykirándulás fénypontja volt a balatoni fürdés a 14 fokos vízben, de életre szóló emlék a hajnali tartó beszélgetés a teraszon, vagy a pécsi kirándulás forradalmas hangulatot is. Osztályfőnököt gondoltátok, és most általános zenét. Az évek során gyakran általános iskolás módszerekkel próbáltam benneteket rávenni az otthoni készülés szükségességére, mert hiszen már mindannyian tudjátok, hogy a házi feladat célja az önálló feladat megoldás gyakorlása. Ennek a mondatnak valódi jelentése a nagybetűs életre vonatkoztatva, kemény munkával minden cél elérhető, legyen szó a diplomáról, munkáról, vagy család alapításról, életet szerelmével. A 12. B emlékezetes pillanatai közé tartozik a termünk előtti mindennapos testnevelés kedvenc labdájukra. A legemlékezetesebb kirándulásuk 10. osztály végén az 5 napos erdélyi utazás volt a határtalan program keretében. Nagyon izgalmas volt Székely udvarhelyen az éjjeli futás, nem a metre, hanem a repülők előtt. És az is az osztály legendák közé tartozik már, hogy a Covid alatt valaki hajmosás közben felett magyarul, vagy az arboétumban tegsét a alkalmával egy lányt a madarak kétszer is szerencsésé tettek 10 percen belül. Osztályfőnökök, ezt üzenem. Azt kívánom a diákjaimnak, hogy ha éppen nehezebben menne az életük sora, akkor mindig találjanak vagy egy labdát, vagy néhány olyan embert, akitől kicsit biztonságosabb, otthonosabb helyre számolt a világ. Nem kell sok ilyen személy, elég 25 vagy 1. A 12. C
kevésbé szerette a tanulást, és az órákon sem volt lelkes mindig a csapat, de a kirándulásokon és a szabadidős programokon mindig jól érezték magukat. Az osztályon belül lévő sok színűség jellemző rájuk, sok köztük a sportoló, a zenész, a táncos, a képzőművész és az életművész. Ennek ellenére mindig egymás segítésére és támogatására törekedtek a négy év során jó osztály közösségi forrásokat. Azt szokták mondani, hogy viszontlátásra 2029-ben, de ők biztosak abban, hogy nem kell majd 5 évet várniuk a következő találkozásra. Első osztályra lévén az osztályfőnökök sosem fog elfelejteni a vitákat, a sok késést, és igazolatlan órát, gyorsan felül fogják írni a szép történések emlékeit. Jobban fog emlékezni a kedvességetekre, a programok és kirándulások jó hangulatára, a lányoknál a létre menő játékok, a tesi órán, na meg a Juci nézésre. Az ófőnök egészséget, boldog családi életet szerető társad, igaz barátokat és vidám, de józan életet kíván. A 12. K-osztály számára biztosan örökre emlékezetes marad a délvidéki kirándulás, ahol két éjszakát egy Csernobilra emlékeztető hőerőmű hőszomszédságában töltöttek. De még így is, vagy éppen ezért, minden nézeteltérésüket hátrahagyva élvezték a két feledhetetlen, beszélgetős, kártyázós estét, és soha nem volt tervezhető, hány óra alatt tudnak át egy-egy határát kerülni. Na és persze, 2019 nyara, amikor először találkoztak egymással a kályát. Osztályfőnökünk barátom ezt üzenetet. Ha valahányszor elbizonytalanodtok, kétségeitek támadnak, vagy szorongtok, gondoljatok a kitűzöltökre, ami most is a tarisznátok van valahogy. Én is köszönöm Sótonyi Veronika, Barta Szabó Klára, Gutenberger Ágnes, Szumerné Szokó Judit és Molnár Mária tanárnak kitartó munkáját. Egy tapsot megérdemel. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, kedves szülők, a bizalmat, amit kaptunk 5 évvel, 4 évvel ezelőtt. Köszönjük a támogatásokat, a segítségüket. Nagyon szépen köszönöm elsősorban Pajó Zoltánnak, a szülőink, a közösség elnökének, aki most szintén vallott, és aki minden pillanatban mellettünk volt, segítette a programjainkon, és most is az ő jó voltából lesz megörökítve a vallagás. Köszönjük szépen! Köszönöm nektek az elmúlt éveket, köszönöm, hogy a kanizsai közösség veletek formálódott, átadott lett a májusi első aranyatért. 2024 remény aranyathoz nekünk az olimpián, a szép eredmény, a foci eredmény, nektek pedig kedves végzős diákjaink, remélem, hogy kiváló érettségi, sikeres felvételi, nagyon sok örömet, értéket, aranyos pillanatot tartottak ez az év. Kedves búcsúzó diákjaink, szeretettel köszönök el tőletek, szüleidektől, kollégáink nevében, valamint az egész iskola nevében. Mindig nyitott kapukkal várjuk vissza az öreg diákokat, hogyha erre jártok, kényelmet be hozzánk. Viszontlátásra! Kérem, hallgassák meg Majdnagy Lászlónak a Vasvármegyei Közgyűlés elnökének üzenetét. Kedves valódi diákok! Aki ballog, nem siet. Aki ballog, az már jön valahonnan és tart valahol. Aki ballog, az magabiztosan, csendesen és kényelmesen tart valahol. Ma az utolsó itteni tanévetek végén jelképesen bejárjátok az iskolát, a helyiségeit és környékét. A kezetekben virág, a vállalatokon a tanévetek, benne a hamuban sült fogácsával és vármegyé címmelével. Sokszor és sokakról fogjátok hallani a következő napokban, hogy életetek egy jelentős fordulópontjához érkeztetek. Az biztos, hogy nagy lépést tesztek most a felnőttkor felé. Hogyan is énekelte az Apocsec az álmodozó című dalában? Hol van a gyerekkor, fluxus kondenzátor, fénykard, légdeszka, vigyél el kisfajó, vágtas, intaló, voltál te is már egyszer álmodozó?
Igen, merjétek bátran álmodni, új célokat kitűzni és megvalósítani. Arra kérlek benneteket, hogy a megszerzett tudás bátran kamatoztassátok a mindennapi életben. Gondoljatok mindig szeretettel szüleitekre, nagyszüleitekre és tanáraitokra, akik munkájukkal és gondoskodásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres polgáraivá váljatok a bármelyiknek és a hazának. Tisztelettel üdvözöl Hajtényi László. Valogáskor régi szép hagyományunk, hogy diákjainknak jutalmak formájában köszönjük meg kiemelkedő munkájukat, ismerjük el tehetségüket. Kérem, hogy a jutalmazottak majd maradjanak az átadás helyszínén. Kitűnő bizonyítványunkért jutalmazzuk diákjainkat. Azok kapnak most jutalmat, akik az elmúlt 4, illetve 5 esztendőben végig kitűnő bizonyítványt szereztek. A jutalmat nekünk Ferenc igazgató úr adja át. Jutalmat kap Kalmán Virág Kata a 12. Végosztályos tanulója. Bihari Borbács Simeon a 12. Károsztályos tanulója. Horváth Réka a 12. Károsztályos tanulója. És Simon Boróka, szintén a 12. Károsztályban. Kiemelkedő tanulmányi munkájukért és versenyeredményeikért jutalmazó diákjainkat, a díjakat Meklin Ferenc igazgató adja el. Jutalmat kap Varga Kajzler Bársonyka, a 12. A-osztály tanulója. Farkas Kamilla, a 12. B-osztályos tanuló, 4 éves tanítványosztályára. Szitás Júlia, a 12. C-osztályos tanuló, aki a biológiai negyedik versenyt első helyezettje lett. Nagy Zsófia, 12. K-osztályos tanuló, aki az Angol OKTV bejutott a második fordulóba, illetve a megyei biológiai versenyen első helyezést ért el. Erdős Petra, 12. K-osztályos tanuló, aki az Angol megyei verseny első helyezést ért el. Kiemelkedő művészeti tevékenységükért jutalmazó diákjainkat, a jutalmakat Bajor Zoltán, a szülői egyesület elnöke adja át. Jutalmat kap Jákói Nóra, a 12. K-osztályos diák, az iskolai rendezvények rendszeres fellépője és segítségével készült el a főbe járó falfestmény. Pusztai Hanna, 12. K-osztályos tanuló, a gimnázium énekkarának tagja, aki nem csak dalokkal, hanem néptáncosként tánca is színesítette az iskolai és városi rendezvényeket. Erdős Petra, 12. K-osztályos tanuló, aki amellett, hogy az énekkar tagja, nem csak szólóénekkel színesítette az iskolai rendezvényeket, hanem képzőművészeti tudását is alapba vette, készítette az iskolát. Bajor Dóra, a 12. K-osztályos tanuló, a képzőművészeti kiállítások állandó résztvevője és nyertese, az iskola falainak díszítője és rendezvények táncos fellépője. Kiemelkedő közösségi munkájukért jutalmazó diákjainkat, a jutalmakat dr. Bós Tibor, a KDG baráti körének elnökségi tagja adja át. Jutalmat kap Tasnádi Barnabás, 12. A-osztályos tanuló, a
diákkönyvkormányzat tagja, Horváth Júlia, 12. osztályos tanuló, aki szintén a diákkormányzat lelkes tagja, és segítségével szerveződtek az iskolai rendezvényen. Való Foglárka, 12. C-osztályos tanuló, a diákkormányzat tagja, az iskolai rendezvények szervezője. Varga Csenge Boglárka, a 12. C-osztály tanulója, aki szintén tagja volt diákkormányzatunknak, és segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg az iskolai rendezvényen. Horváth Réka, a 12. K-osztályos tanuló, akinek köszönjük a sok segítséget a diákkormányzatban és az iskolában való rendezvényekben. Szintén a 12. K-osztály tanulója Kósa Jászmin, akinek megköszönjük az elmúlt 5 évben nyújtott segítségét diákkormányzatban és az iskolai rendezvényekben. Végül az utolsó sorban karitatív tevékenységért utalmazó Kalmár Virág Kata, 12. B-osztályos tanuló. Kiemelkedő sporteredményéért utalmazó diákjainkat. A jutalmat a Kovács Balázs az Egyesület elnöke adja el. Jutalmat kap Rozmán Vivien, 12. C-osztályos tanuló, aki a Tornaországos Diákolimpia második helyezettje, táncformációs magyar bajnok, az ország jó tanulója, jó sportolója 2021-ben. Gyeselemente 12. C-osztályos tanuló, aki a mezőfutás országos bajnokság a 6. helyet szerzett. Horváth Anna, 12. C-osztályos tanuló, aki az asztali tenisz országos diákolimpia 9. helyezettje és az ország jó tanuló jó sportolója 2020-ban. És jönnek a röpkislányok, Való Foglárka, 12. C-osztályos tanuló, röplabda országos diákolimpia 6. helyezettje. Varga Jászmin, 12. K-osztályos tanuló, aki szintén a 6. helyezett országos röplabda csapat tagja volt. Zsigmond Zsuzsanna, 12. K-osztályos tanuló, szintén országos 6. helyet szerzett röplabda csapat tagja. És végül, de nem utolsó sorban, Somogyi Dávid, 12. K-osztályos tanuló, országos kanadai játékosa 3. helyezettje és magyar bajnoki 2. helyezett. Szép hosszú lett ez a sor. Büszkék vagyunk önökre, köszönjük szépen. Tapsoljunk. Tehát a 11-esekhez úgy csinál, és az autó hétszűsüket úgy csinál.
biztattam. Akkor könnyebb volt megtalálni a megfelelő szavakat. Elég volt pár kedves gondolat, néhány általános pillanat az iskola életéből. Itt ott egy-két közhely és kész is. De ez most más. Ez olyan, mint egy könyvukorosok sora, vagy egy fiam stáblista előtti utolsó jelenet. Nekem kell mennem a befejezést, és az nehéz. Szinte lehetetlen méltó lezárást adni egy olyan történetnek, amelynek a pontos lefolyását sem tudom felidézni. De ha ez tényleg egy film lenne, akkor a 9. az egy elrontott előzetesnek számítana a kohémia. A 10. Az a film másik harmad, amikor még nem érted egészen, hogy ki kicsoda, mit akar, miért van itt, meg ugyanúgy. 11-re beindul a cselekmény, megvan a kedvenc karakterek, és várod, hogy vajon hol jogat ki ez az egész sztori. A 12-et tovább lehetne még mondani. Szeptemberben kezdődik a mondalom, a második év az a kislelkedés és a fokozás. Most a vallagás a tetőpont. Az érettségi pedig kinek a megoldás, kinek a tanulság. Amikor pedig a szóbeli után a tetőtől szólítanak és elteszik a bizonyítványokat, az a stáblista. A filmkritikusoknak biztosan tetszene, megérti a mozi egyárát. Aztán pedig napokon keresztül gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne folytatni a sztorit, mert hogy 4-5 év alatt valahogy a fogyi töltségből forgásunk lett. A virágcserőből megcsolva. A morfémák összeálltak először is elveszített mondatokká, az egyszerű megszerződések helyét pedig a József Attilai komplexumnak vették át. Létrejött és össze is bomlott a német-római császárság. Kirobbantak és nem lerúgtak háborúk, és valahogy belülünk is történelem lesz nem sokára. A kanizsai szűk folyosói, Merevel lépcsői már csak halomány emlékek lesznek. Emlék lesz a tornaterem, ahol vagy forróság, vagy északi sarki hideg van, összes állapot az nincs. Emlék lesz a könyvtár, ahol a vasúrákat töltöttük, ki tanulással, ki utibozással. Emlék lesz az énekóra és a megtanult dalom. Emlék lesz a földrajz is, vele együtt a közepikusokkal. Emlék lesz a magyar óra, és mondanám, hogy emlék lesz a tisztibón is, de nem tudom hányan gondolnak vissza a medelásállapra. Tehát emlékek lesznek az órák, a dolgozatok, a felelések és a romának is. Emlékek lesznek a szekrények, bennük a 9-ben elrejtett szendvicsel, ami ezt tudta unálni mindenkinek. Helyettük lesznek majd előadott elvek, gyakorlók, széhák és beadók. Szeptembert a sokanú városba, talán a új országba is költözünk. Többé nem az, ami nem hozzon ezt a reggeli utcát, nem a hét legnagyobb cserkőben dolgoznak. Egy korszak is lezár, új fejezetet kezdünk valamennyire. Most van rá lehetőség, hogy terelegedjünk az új tapasztalatokat és élményeket. Forduljunk kíváncsisággal, és reményel fel az elkövetkezendő felé, és tekintsük vissza meleg szívvel a kamizsai falait eltöltött pillanatokra. Emlékezzünk, de csak a szépre, és hunyunk felett a nehézségek, hunyunk szemben a nehézségek felett. Épp ezért ne is beszéljünk a jövőbeli érettségéről, ne irigykedjünk, hogy a többi diák otthon lesz és végig van ez. Ellenben annyi gondolnak egy percet, hogy végig gondoljuk az elmúlt éveket. Hogy elbúcsúzunk egymástól, és hagyjuk megtörténni azt, aminek meg kell történnie. Hagyjuk, hogy megírja magát a befejezés. És András László szavaival élve, a kerek történeteket szeretjük. Szeretünk kellene lenni a kezdetnél és a végénél is. A valóságban ezt nem kell adatok meg. Kis kezdetek, kis befejezések. Még akkor a saját kezdeteinkről sem. A saját kezdeteinkről is csak beszámoljuk, hogy útján értesülünk, vagyját. A végünkről pedig ismét csak beszámoljuk szólhatunk majd, de már nem nekünk. Köszönöm. Ruzsa Matti a Jel című dalát Nálisza Nina és Tiffer Anett 11. C-osztályosban adott.
bontsuk ki a légzősöktől. Mindannyian jelzünk magunkban az írásokról lendületét, ahogy egyik állomásban a másikat húz, citálunk meg. Érmító, ünnepséget, készen. Kezdjük a múlást, ami nekünk be se tűnik, csak szodródunk az állva, mert kérdezve tudunk, volt ennek az állomásokat. Én is idézem most körbe, tiszta tekedet hallgatunk. Tavaly még kifizetétek az osztálytelmeket, a folyosókat, ti gyűjtöttetek a rengeteg virágot, és kiváltátok a legjobban, hogy mikor mentek már végre haza. Most itt vagyunk újra, de hivatkor néztem csoport és ajándékok között Kuruskába, nektek szól a gazdagási dal, értetek öltöztünk ünnepőbe, lényegében értetek kezdtem a nap, még akkor is, ha eleve pár felül eltakarja. Nem, hogy nektek, számomra is megfogadhatatlan, hogyan kell igazítani. Az az én olyan vagyok, akiknek a pandémia kissé derékba törte a bárbár középiskolás éveit. Még a gólyavatotok nagy nevetések közepette ugyan lezajlott, szinte rögtön utána, csupán pár együttöltött hónap után, már se az unommal látták, az én, hogy nem ismert osztálytársaitokat és tanáraitokat. Ott hallgatták, hogy kiképként a gondolni panaszos feladatot, hogy azt, hogy mit is jelent az e-mailjász lesz. Ti is így, a dolgok közepén a bárba lépjétek át újra az iskola kapuit szedikesként. Az akkori 9. esetekkel, azaz velünk kezdtétek meg lényegében azokat a kis éveket, amikről mindenki ábrándozik. Mondhatni, újra megismerhetett az osztálytársaitokkal, rátaláltak az első szerelmeteknek, és életre szóló barátságot vesződöttek. Nagyon szeretnék rólatok átfogóan beszélni, de mindannyiótok más és az ingyen rendjén. Vannak köztetek kézsportolók, művészbánták, könyvmolyók, vagy órákon térni állnak a talpon hormoták. Világjárók, a jövő lehetséges géniuszai és az osztály igazáért kiálló prédikátorok. De lettek akármilyen különbözőek, mindannyian ide, akár is egy barátotok. Bár szó, sok szép annyira belefonódik pár hajnalok, a nyúlok, akkor készülünk is a második részére, vagy egy, akkor nagyon tanatlannak tűnő konfliktus az osztálytársaitokkal, személyes hitem, hogy mit annakkal történik. Az esetleges nehézségek is segítettek abban, hogy olyanok legyetek, aminek most vagyok. Nem szeretnék bölcselkedni és patetikus hangon életfelsorokat megosztani veletek, de az élet is egy szörvényes dolog. Ne felejtsétek el, hogy a döntés mindig a ti kezetekben van, legyen szó bármiről. Mi a jó, mi a rossz, mi a fontos, mi a lényegtelen. Mert az életetek során pontosan az lesz értékes, amit így döntszántok és amit pontosan ítéltek. Jövő héten belevágtok abba, amire olyan sok éve készültök, és amit elsődlegesen ítéltek meg jelenleg, a csupa nagybetűt a vért érettségével. Az elmúlt hónapokban már mindannyiunk arcáról leolvasható volt a többkevesebb aggodalom és fáradtság a megmérettetés miatt. Szoros alaphoz vettátok könyveiteket, fizetéiteket, melyek a nyitott egy égi rajzmunkát, vagy kezdetekre jövő néhány titkos korai kövelezés. Akarva akaratban a lelkükre leválkoztatok, és eszetekbe jutott, hogy már nincs hatásra. Nem lesz több osztálytárgyalás, vagy matek dolgozat. Tanáraitok emlékezetes mondatait is már csak emlékként érnek a fejtekbe, ahogy az igazgató úr mindent figyelembe kísérő szigorú tekintete is, amelyet csak is a kiváló teljesítmények látnánk, ez pedig ők kedves munkaját. Nem néz már rátok többé kérdő Gyöngyi néni, ha 5. óra előtti kéri nélkül próbáltok képlenni a nekitek kajáért, és akkor leírtak 8. Ki? És nem kell csöpetni többen átlatot a tesi termen, hogy ne kell annyit lépcsözni az öltözőjét. Nem kaptok már félpontot, a katlásokon véletlenül mondta jó választottak, és a Kármin fél drosbacsérták is kiénekelték magukat az utolsó szerdet értelménynek. Nem csöngetnek ki többet, nincs már több szörnyű kávé a lelki automatából, nincs már több izzasztó tesi óra sem, hiába érzitek úgy, hogy kéne még egy utolsó gól, kosár, vagy egy végső gályákör. A ti körötök ez a 4 és 5 év alatt most bezárul. Nehéz lesz elengedni titeket, akikkel olyan sokáig együtt osztoztak a második emelet folyosóján, akikkel annyi programot és eseményt értünk át. A végzős folyosó a vizsgálat jelentően csendeborítózik, előttetek tisztelek. Nem lesz hangos a hétvégi új élményekről, frissen szerzett plegykákról, beszélgetésekről, vagy ha úgy alakul a sírásokról. Nincs több labdázás, hiszen pedig véldőt, így már gondolatos sétálhatok ki angolról.
fogainak, akik olyan furcsaszak van. A 12. címen sem hallunk már több plecskát a hűzvégi fangos élményekről. A 12. kácsot a szép termében pedig jövő évben más fog lényegkedni. De azzal, hogy vége van, nem feltétlenül kell állni. Már ezen évben találkoztak titeket egy közösségben, nem azok fognak összetartani. Kívánok, majd ne gondoljon fel egyik kötött barátságra, és évtizedek múlva is lehető érdekbe gitarra, majd boldogan gondoljátok a kárgyat és éveiteket. A tanáraitokra, akik az évek során nem csak fizikai tudásokat bővítették, hanem jelenleteket is formálták, anélkül, hogy ez feltűnően lehetett. Ők is, én is, és mindenki más csak átfogottal a jövő év során. Nagyon sok sikert kívánok az érettségihez és az érettséghez is. Találjátok meg az fontosnak, az értékeset, mert az a legfontosabb. S ha megtaláltátok, bár az életben lesz könnyebb, mégis könnyebb lesz a fontosnak élni. Legyetek sikeresek, boldogok, érjétek át céljaitokat és professzoraitokat, vagy feletteseiteket is. Legalább arra bosszantsátok a tanáraitokat, hogy voltak érdekel a házfeladatot. Sok sikert kívánok a továbbtanulásban, az életben, és hát találjátok, hogy a kényszer tanúsa is volt, az mindig az maradt. Egy kis eszek idézetet adnék nektek most úgy javadó. De a föld nagy, mondta a fiú. A kis eszek leült egy kőre, és szemét az égre álltak. Nem tudom, mondta. Nem azért vannak egy kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa magáért. Csak nézd, az ott az én bolygóm. Awesome.